Sziasztok! Ugye azt tudjátok, hogy az olasz motor nem motor, ezért itt Jászlózsán összecsődítettük a falu vagy a község összes motorját, úgyhogy kijöttek a srácok és megmutatják, hogy mik a jó motorok. Gyere Attilán, mutasd meg, hogy neked több van ezekből, nem csak egy, hanem azt hiszem 4-5. Hát 6-ot hoztam ki most. 6 darabot. Milyet hoztál? Hadd nézzük meg. Ugye itt vannak az olasz motoroknál a sokkal jobbak. Hopp, például a Trophy, kérem szépen, egy felújított Trophy. Egyébként tegyük hozzá. Azt azért hozzáteszem mindjárt, hogy egy ilyen felújított Trophy értéke azért közelíti egy új motor árát. Arról nem beszél, de srácok, hogy a Simpson, hallod, az már kifizethetetlen árt kategória. Trophyból mindjárt kettő, egy milyen Schwable, vagy hogy hívták? Egy tuning. Egy tuning Schwable, leültetve meg, mit tudom én. Megszabva, hát azért ez egy kicsit, ott az eredeti, itt láttam itt egy eredetit, nézd, itt van. Hopp, egy Robert apukám. Nézd, ez így néz ki eredetiben, ez a tiéd? Nem. Hát, na mutasd a tiédet, ami a tiéd, azt nézzük. Ez a tiédek, nagyon szép egyébként, tényleg jó állapotban. Hopp, még egy MZ. Na nézzük a tiédet. Panónia, kérem, ez T. T1-es. Na ilyet még nem láttam, T1-es Panónia felújítva. 60-tól 64-ig gyártották. Ez nem egy hosszú élettartam, 4 évig volt ez. Igen, utána már jöttek a Pannonia T1, tanuljatok srácok! Ez, hát amikor a Pannonia elkezdte a gyártást, akkor ez az eleje? Nem. Az eleje az 54-től 56-tól kezdődött a TL-ekkel, TL sorozattal, TL, TLT, TLF. 60-tól jött a T1-es, és utána, hát ezt ismeri mindenki úgy, mint P5. P5-ös Pannonia. Én is azt mondtam volna rá egyébként. De ugye ezek T-szériások, és ebből volt 12-ig, 8-ig. Aha. T1, T2, T3, T4, T5. De egyébként T6. Volt különbség? Egy ránézésre én igazából nem látom. Igen, sokan nem is. De én nem látom a különbséget. Mit kell tudni? Más a motor, vagy más köpcenti, vagy más a... Gyakorlatilag minimális különbség. Más a Brembo rajta, vagy... Más a design. Más csak annyi? Hát, szinte annyi, igen. Aha. Itt mellette hát, ez mi ez? Ez egy Java 559-es, 250 köpcentis. Na, ilyet sem láttam még. Ez nem az Iker dugó, vagy valami ilyesmi? Nem. Ez egy henger? Ez egy hengeres. Egy hengerbe két kipufogó, hello! Hát igen. Egy hengeres. Ez 250-es, egy igen. Henger? Két ütemű, egy henger, 250 az jól húszat mellett, a Star. Ez a tiéd? Igen, az is a ez szépen felújítva. Az a különbség, ugye ez a burkolt volt a Schwab, ez meg a Simpson Star. Igen. Egyenesen. Igen. Melyik a tiéd még? 150-es Trophy. Na várjál már, nem is tudtam, hogy a Trophyból volt 150-es. Igen, volt kis Trophy? Volt. Azt hittem, hogy csak 250-es volt. Amúgy kasszira ugyanaz. Van 125-es is, föntebb, a barátomnak. Hát ugyanúgy, mint az MZ-ben volt. Igen. A 125, 150, meg a 250, tehát akkor a Trophy-ba is megvolt ez a persze. Sorozat 125, igen, igen. 150, illetve a 250-es. Hát meg a BTZ-ben is ugye. Mint az tényleg a BTZ-ben is volt kicsi. Ez egy teljesen felújított? Teljesen felújított. Nem restaurált, hanem felújított. Tehát működik. Az a lényeg, ráülök, és akkor akár tesztelhetném is a vasat. Mi van még? Ugye a Pannonia, láttam itt P20-as vagy P21-est, várjatok. A híres, na ennek azért köze van, egy picit azt mondják a japánhoz, mert hogy ez egy elvileg a Yamahából született, és úgy készült a Pannonia P20, aztán a P21-es. Ez itt egy P21, gyerekek. Hallod? Ott a tessék. P21, 250, két ütem. Egyszer ebben valaki megcsinálja a gyújtást, azért ez egy jó motor. Ki a tulaj tisztelettel? Egy gyönyörű P21. Ennek a gyújtás úgy van megoldva, hogy ennek MZ gyújtás van ráoperálva. Aha, tehát mert a maga saját kell elektromos gyújtás, mert az a baj, semmi baja nem volt a motornak, csak a gyújtással volt, ha jól emlékszem. Ezeket a motorokat mindig úgy lehetett látni, hogy az oldaldekni leszedve tudod, mert mindig igen, a gyújtással igen. Volt a problémájuk. És akkor most MZ gyújtás? Ez MZ gyújtással van. És szokott vele menni, hogy motorozik vele? Hát, ugye van műszakia, ritkán megy. Ez csak ritkán megy, ilyen kiállításra hozom meg a műszakira. Aha, de mintha itt is lenne olyan kis emzésbeütés, nem? Van benne, igen, ez a gyújtás része itt úgy van megcsinálva, hogy emzésre, a többi része arra. Ha jól sejtem, ez nagyon hasonlít egy ETZ-hez. Ez a gyújtás kapcsolója. Mert a gyújtás kapcsolata megnézett tiszta emzés egyébként. Igen. Hát ez az eredeti kulcsa, mert ennek ez az eredeti kulcsa, mert akkor ide kéne letenni a vázra, de ott mindig elveszítették a kulcsot, tudod, itt volt, igen, lent, igen. Itt volt lent a vázon egy nyúlványban kis kulcsa neki. Szóval pici átalakítás, és akkor már üzembiztos a játék. Ez hány lóerő volt emlékeim szerint? 10. Hát,
Hogy van, 15 kilowatt? Hát olyan, mint a MZ-ék, olyan 20 lóerős. 20 környéke. Aha. Ezek mentek ön 130-140-et? Mit tudott többet egy ilyen? Mentek igen? Mentek ezek többet is. Hát, olyan, hát adtuk, olyan 140-et ment, de aki olyan megpiszkálták, meg lehetett piszkálni. Akkor megy 160-at is. Elvileg. Gyerekek. Egy faluban volt egy ilyen. Ilyen fékkel, ilyen futóművel akár 160-at szágódozni. Ez a kis szűrője? Hát igen, a sportlék szűrője. Négy cigletések voltak. Hoppá, várjál, már sportlék szűrő van rajta. Igen, kapja a levegőt. Miket találunk? Igen, igen. Tehát sportlégszűrő, MZ-gyújtás és a P21 gyerekek, működik. És a hangja az meg, hát ugye tudjátok, igen. Azért ez tényleg szépen peng. MZ-ből itt a per egyes talán? Igen. Nekem ilyen nem volt, egyszer vettem egyet. Kint az ecseri piacon egy ugyanilyet MZ250 per egyest hazavittem. Meglátta az apukám és szívszélütést kapott és beszaladt a keravilba, és vett egy ilyen ETZ250-es, csak az volt annak a baja, hogy amit ő nekem vett, annak itt nem fordulatszámmérő volt, hanem itt volt a gyújtás kapcsolója, tehát ez a kapcsoló ide volt beszerelve, és csak kilométerre óra volt, úgyhogy nem a luxus változatot vett, és ez volt a szívfájdalma, amúgy nagyon szerettem a 250-es ETZ-t, és ugye, amikor kilátogattok Kakucsringre, akkor jönnek ilyen ETZ-vel csontszéria állapotba, és a sok milliós motorodat, hát elverik az ETZ-kkel, ugye? Jó lehet velük menni egyébként, ugye ennek az a csodája ennek a motornak, hogy könnyű. A motornál mindig azt számít, nem a teljesítmény, hanem a súly, de hát mondhatom, úgyse hiszitek el. S51B, de az csak matrica, hát gyerekek, a kék Simpson az N volt. Nem? Volt. Volt B-be, kékbe. Én úgy emlékszem, hogy a zöld, meg a piros az volt a B, tehát attól voltunk elájulva. És akkor volt az N, az le volt folytva, ugye, mert a B-s az rendszámköteles volt, az N-es pedig nem, mert az csak 40-et hát ment. A B-s az indexes volt. Igen. És a B-n igen, volt index, meg hát azért kellett indexen ilyenek, hogy legyen rendszámtáblája, de senki nem rakott rá rendszámtáblát, mindenki segédmotornak használta, de az ment 70-et. Igen. Ugye? És az N az meg csak... Hát ugye elvileg 40-et szabadott mennie, és akkor fogtuk a reszelőt, és a kipufogó kiömlő nyílásnál a rést kireszeltük, illetve a kipufogónak a leömlője, ez elért egészen a végéig, azt itt le kellett vágni, és akkor már megvolt a teljesítmény, illetve a kipufogóba sörös dobozt kellett beletenni, és akkor hangja is volt a járműnek. Igen, egyébként ez a kormány szerintem nem szérja, mert nem. Ez az emelt kormány, ennek alacsonyabb kormánya van gyárilag. Gyerekek, ezek felbecsülhetetlen érték lesz most már a Simpson, különösen azért, mert az összeset elhordták a németek, úgyhogy Magyarországon már nem nagyon lehet találni. Nézzük a trofikat. Ezek már nagy trofi, hello! Ez már, de itt mellette, ez már 250, nézd a különbséget, ekkora hengere van. Hát oda, amikor pici, 125-250. Tudod, hogy ez mai napig milyen kényelmes motorozni? Elhiszem, hát a újraés pozícióra, meg mindenre. Egy a furcsa, hogy veszed a kanyart, és a lámpa nem fordul, és nem oda... Nem oda világít, ahova gondolod. Egyébként amúgy tényleg egy jó motorozható. A Mátában elég érdekes vele motorozni. Ez új gumi rajta, ez pedig egy ilyen... Valami épített valami. Ez csak azért, hogy szép legyen? Ez egy valami. Azt látom csak, hogy van stílusa. Kicsit igen, ott... ebből a motorból nagyon nagy divat Németországban is, meg mindenfelé. Így különlegességet csinálni, egy ilyen saját egyéniségi, de kialakítani egy ilyen... Hát egyedi tudom. Motort építeni, igen. Mint ahogy az autóknál is fűrésszel, flexen, de ez motornál is. Ezt a különösen szeretik. Ezt a izért, ezt igen, a burkoltat? Igen. Aha. Ebben nagyon sok fajtát találsz fent a interneten. Igen? Is. Igen. És ez kié? Ez a Szabó Laci barátom, ő mostan nincsen itt. Tehát ez a motor stílusra se rossz. Hát ezek egy kicsit modernebbek, a Honda, ami mindennél jobb, mert ugye 40 évesen is működik, és susog, nem zörög a blokk. Mindjárt kettő belőle, egy CB500-as. Ezt mondjuk ezt a motort, ezt a CBF 1000-est én speciál szeretem, mert egy rohadt kényelmes, jó motor. Jó vezethető, dinamikus, és a blokkja emlékeim a CBR 1000 R-nek a leszármazottja, úgyhogy, és a DeVille. Ez V2-es, hasonlóan a... Tiszteltem, jó napot kívánok! Ki a DeVille? Enyém. A DeVille az V2, de ha igaz, ennek a transza motorja van, ugye? Ugyas, mi csak kicsit valamit áltoztattak a szögen. De az alap az a transza. De NTV volt elő, ennek az elődje volt, az nyitottabb az NTV, és utána jött ez a burkolt. Amit a Pan-Európennek, a kis testvérének mondják ezt, ugye utána jön a Pan-Európen, az már ugye 1001-es volt, utána meg a Goldwing-en. Tehát az első ilyen burkolt, szélvédett kialakítás. Ez még az első verziós. Mennyi? Hány lóerő ez?
Ez 54 lóerő. Utána jött ennek egy kicsit fölcsönösített változat a 700-asba. Aha. Ez, ezek az már injektoros volt, nem? Az már injektoros, de meg ennek is volt egy másik verzió, egy másik plexivel, 2002 körül. Ez még 2001-es. 2001-es. Ez még 2001-es. Hát azért már benne van a forma. De figyelj, túrázunk vele folyamatosan. Ja, hogy használod. Túrázunk. Ez minden heti túrákra. Igen? Dunántúra járok vele mindenfelé. Sokat megyek vele. Sokat megy. Mennyi kilométerről megy? Hú, ebben már szerintem 100 fölött. 100? 100 000 fölött. 100 fölött van. Igen. Műszakhiba meg semmi. Sem. Mondják, hogy a Honda figyelj. Az örök élet meg egy így nap. Van, így van, kardánhajtás. Tehát egyszer ki van benne cserélve az olaj. 4 évente. Ennyi a kész. Ennyi a tűk. Meg üzemanyagot kapjon bele ott a lyukba. De ez még akkor nem, ez karbis. Ez karbis, még karbis, meg egy jó szerelő kell, aki összetudja hangolni. Aki belövi a karburátor. Aki belövi, és utána. Elviszük Tarsnál Zsolthoz és karburátorba. Magyarországon a legjobb, úgyhogy van rá megoldás. Mik vannak még itt? Egy virágyó, ha jól látom, ez a kis virágyó, hogy mi ez? 5 valami. 1001-es. 1001-es? Meg voltam győződve, hogy ez a kicsi. Jani? 1-1-es? Jani bácsi? Ja, halló. 1001-es virágyó. Szép a vas. Ő is már azért nem a mai modern gondolat. 91-es. 91-es. Jön szép megy. Korban van. Jön megy. Teszi a dolgát. Gyerekek. Tankolni kell. Ezt mondják, hogy a japán. Igen. Azok még tud. Japán lány? Vagy a lányba is jó van. Értem, tehát az már ez a kor. Igen. Vállal. Ezért még nem büntettek. Mellette mit látunk? Ez talán egy Kawasaki? Vagy mi ez? Hogy a Honda Shadow. Gyerekek, gyönyörűség. Ő kié? Nincs itt. Nincs itt a gazdája, de... Lacikám! Shadow a tiéd? Mióta van meg? 6 éve. Gyönyörű a motor. Ez mekkora? Ez a 750-es kardános. Aha, de már kardánnal 750 köbcenti. Ez a blokk ugye nem található semmibe, csak ebbe. Nem úgy, mint ugye a Deville-nél, ahol láttuk. Igen, meg az utolsó karbis. Ez is karbis még. Ez még a 2006-os, ez még az utolsó. Aha. 2005-es már injektoros. Aha, ebből is már. Tehát a karbi az gázkezelésben az egyik legjobb. Ez volt a főszempont. Tényleg? Direkt akartál karburátorost. Mosta vagyok a kardán, a karbi meg azért, mert... Nincs kedved fújogatni. A karbinak meg a gázkezelése nagyon jó. Egy, mi ez? Transza? Tenere, nem? Jama. Transzabban hülye vagyok, tényleg egy Yamaha Tenere a nagy. Egyébként ezzel mentem egyszer egy kör. Hát nem győzött meg, de jól megy egyébként. Teljesítményben nem rossz. Tudom, igen, ismerem a tulajt, itt sétál valahol. Ottan kilúri. Kawasaki R5. Sor 2. Hát ez a modern világ már. Hopp, egy Honda, itt egy kis Shadow. Ez is akkora, vagy ez a kicsi? Ez a kisebb. Aha. Kisebb. Az is gyönyörűség, és gyerekek, a modern világ, a jövő, szuper szopó, TC, van benne akkumulátor, és megy, amíg le nem merül, ezért látod az autó pályán válszorogni őket, nem biztos, hogy elér az úti céljához. Hopp, egy 1.5-ös Kawasaki. Ez a vulkán, tessék mondani? Ez a vulkán, nem? Igen. 1005-ös. Szép nagy motor. És a végén a modern RS 660, amit ugye megtudtunk az interneten, hogy ez nem jó. A végül is van itt egy jó pár, ami sokkal jobb. Elfogadnád egy körre? Áll, hát fél évig elnyúznám azért, én szerintem. Egész jó kérdés. Jó motor egyébként, nagyon jó vele menni. Jó érzés, jó motorozható. És hiába sportmotor kényelmes, mert emelt a kicsit a kormánya, meg van emelve, mint a VFR 750-nek, meg a 800-nak. Úgyhogy összességében egy jó motor. Nekem legalábbis tetszik. Meg 100 lóerő, jó futómű, brutál fék. Hát minden, ami modern benne van. Úgyhogy ez nem egy rossz. Meg ugye az elektronika, ilyen kipörgés gátló, meg a kanyar ABS, meg a minden. Köszönöm szépen a kalauzt. Sziasztok. Nagyon szívesen. Yes.